boss-t csomó ember nem tudta legyőzni. Na, hát akkor szépen belekezdünk ebbe a boss harcba. Szépen eltávolítjuk ezt a kardot, mert erre a kardra amúgy szükségünk van. És ezzel felkeltettük érdeklődését. Szevasz, Gundir! Lehet amúgy párizni. Mondjuk, hogy ha elkésel, akkor nem. Akkor olyankor vannak problémák. Na, ezért nem érdemes a nagy léleknyilat alkalmazni, mert rohadtul sokáig tart a bekasztolása. Cső. Na. Elfogyott az FP pontom, úgyhogy el kell nyomnom a hombos esztuszomat. Így most kapok egy-két FP pontot. Hát nem tudom, hogy mondjuk ennyi elég lesz-e, hogy legyőzzem. Majd mindjárt meglátjuk. Nem, ezt nem tudom párizni. Vagy hát lehet, hogy tudom párizni, de még sose próbáltam. Na és akkor most jön a fázisváltás. Cső. Lényeg a lényeg, légy távol tőle. Varázslóként. És akkor tök jó lesz. Meg jó lenne, hogyha nem aludnék el. Áú. Na cső. Megkaptuk a csavaros kardot. Varázs visszaszerezve. Kutya! Oké, meg volt a három, mehetek akkor felé. És ez már fész kettő. Oké, gyors mögé. Még egyet. Jó. OP taktika, mindig maradjam úgy mögötte. Au. Amúgy meg ennyi volt. Majdnem sikerült amúgy kikájtolni. Tehát úgy, hogy egyszer se ért hozzám. De hát sajnos nem, mert elrontottam egy dodge-ot.
Én általában ugye megtanultam a Dark Souls-szal kapcsolatban, hogy sose nézzem a jobb alsó sarkot, hogy mennyi lélek van nálam. Oké, megjött a haver. Na, megborult. Ezt megnézzük még egyszer. Bocsánat, közben megfulladok. Saját levegőmbe megfulladok. Egy kicsit buffolunk a boton, és egy erőset ellövünk. Aztán utána már csak piciket. És futás van. Jó. Kajtolás művészetét láthatjátok. Gyere! Nem jó. Nagyon messzire most el kell mennem tőle. És akkor így távolról le tudom lőni. Na. Egy Lord Hanvai, illetve a farkas vérének lelke. És mivel legyőztük a bosst, kapok egy kis parazsat. Na, aki nem tudná, az Abyss Watchers az egy lord. Végül is kajtolás művészetét alkalmazzuk. Na, az öreg démon király lelke megvan, gyors átváltottam a pajzsot is, és nézzük, hogy mennyi lelket kapunk érte. 33 000. Zsír. A Dark Souls amúgy nagyon szépen tudja elmesélni neked, hogy amikor te elmész múzeumba, és ki van írva adott festményhez vagy tárgyhoz, hogy ne érj hozzá. Na az általában ezért van amúgy kiírva, tehát a valóságban is azért van kiírva múzeumokba a tárgyakhoz, hogy ne érj hozzá, mert hogyha hozzáérsz, akkor ez történik, hogy bekerülsz ilyen sötét világba. És hát ja, na, lényeg a lényeg, hogy ott középen van egy tárgy, azt fel lehet venni, viszont mutatok egy érdekességet. Ide itt oldalt egy picit eljöttök, akkor itt láthatjátok, hogy itt van a bossnak a keze. Na mutatok egy érdekességet. Varázslóként mit lehet vele csinálni?
Meg lehet ölni így, hogy csak a ködöt használod. És ez szépen lassan lemarja az összes HP-ját. Hát nyilván ugye nem sokáig, de mindjárt megnézzük, hogy egy ilyennel 1300-at le lehet belőle marni. Hát ugye megint tudod tenni, és akkor megint szépen lassan le lehetne ölni. De abban mi lenne ugye a vicc kategória? De lényeg a lényeg, hogy varázslóként ezt meg lehet csinálni. Tehát... érdekesség. Na, de akkor... erre iszunk. Még egyet. Megtiszteljük a bossi full staminával megyünk. És akkor... cső! Oké. Okay. Jobb kezén lévő karika eltűnt. Akkor már csak ez a kettő van hátra. Oké, okay, még egy eltűnt. Ajaj, nem jó. Dur. Viszlát. Most direkt nem szedem fel amúgy ezt a tárgyat. Majd mindjárt mutatom, hogy miért. Jó, átváltottam a pajzsot is, nézzük, 29.040 lelket kaptunk, királyságosság. Na, ott szemben van akkor a fabosz, oda szépen megyünk hozzá, csak előtte takarítunk. Előtte itt ezeket a szimpatikus úriembereket mind elintézzük. És mutatom, hogyan lehet ezt a bosst úgy megölni. Elintézni, hogy ne essen át a másik fázisába. Gyakorlatilag hozzá se fogok amúgy érni. Nem, egyelőre először nem, először téged. Zsír. Na, felkeltettem érdeklődését. Na, ezt a bosst, ezt így fogom megölni. Gyakorlatilag hozzá se fogok érni. Egy dologra kell odafigyelnem. Hát ezekre mondjuk. Au. Meg mondjuk egy ilyenre. Meg ugye az úri emberekre. Meg arra kéne figyelnem, hogy ne érjek hozzá.
sír. Csinálgass csak nyugodtan. Köszi. Na, hol vannak még ellenfelek? Na, itt jön egy. Cső. Na, mit fogsz csinálni? Egyelőre nem jó a helyzetem. Túl sok az ellenfél, az ilyen kis mini ellenfél. Volt egy kis időm. Jó, bele fog halni. Bele is halt. Váltok pajzsot. És srácok, lányok. Sikerült elintézni. Úgy, hogy nem esett át a második fázisába. 9000 valahány lelket kaptam érte. Mindegy. És itt a boss. Kristálybölcs. Au. Pedig oda akarom tenni a ködöt. Na jó, mindjárt megmutatom, hogy miért akarom oda tenni a ködöt. Mert csak ennyit sebzek rá. Ami viszont nem sok, de legalább kevés. Au. Anyád. Jó, akkor most erre. Jó, most elmenekült. Úgyhogy most lesz időm majd alátenni a ködöt. Vagy nem, mert túl messze van. Meg hülye helyre is raktam a ködöt. Jó helyre raktam. Ez majd most mindjárt szépen lemarja. Na jön a második fázis. Először a kékeket intézzük el, de nagyon gyorsan. Nem. Befejezed. Nem. Egy eszuszom maradt.
Kellett volna még. Ez kamu volt. Az is kamu. Au. Ó, bazd meg! Egyszeres lesz. Jó. Jó. Nézzük, elmenekül egy HP-val. Na cső. Ja. Kristálybörcs lelke. Utálom ezt a bosszt amúgy. Varázslóként. És csak 10 000 lelket ad. De szépen lassan lemarom őket. Nem. Au, ja, nem azt figyeltem, hogy mi van itt az előtérben. Na kibe szálltál bele? Hát nem egy itteni csókába, az is biztos. Vagy? Nem egy ittenibe, ott abba, hátsóba. Ejj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 
Cső. Na mikor jön a boss? Még nem jön a boss. Akkor még egy ilyen csókát meg kell ölni. Akkor beleszállt ez a vörös lélek. Jó, akkor valószínűleg most. Igen, már jön is. Nézni, és ez majd szépen lassan lemarja. Nekem meg csak annyi feladatom van, hogy futkorásszak. Nézni. Jó, elmúlt a ködő, akkor visszajövünk, visszarakjuk ide. Nézni, szépen marja tovább. Most ebbe lehet, hogy belehalok. Közel volt. Na, de bele is halt ő is. Gyors visszaváltunk a pajzsra. Na, megvan a baba, meg megvannak ezeknek a lelkei. 17100. Zsír. Na, úgy.
Sullivan főpap. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Target lock. Na. Már most fél HP. Odébb lép. Ah! Zsír, megvan. Gyors visszaváltottam a gyűrűket. Csak a fejét, meg ne sántuljon. Na, mennyi lelket kapunk így? 71.280. Zsír. Na.
Please save his soul. Akkor én most erre megyek. Mindig figyelni kell az elején, hogy merre húz. Jó. Ez így ne. Jó ez itt, jó ez itt. Nem akarsz ide jönni? Nem pont így gondoltam. Úgy, szépen lassan. Nagyon ügyesen. Ügyes vagy, Dancer? Most kaptál egy jókora sebzést. Tudom, sokat látunk, nem baj. Cső! Jó, kapcsiság szimbóluma, gyors gyűrű. Meg átvált a pajzsa. Jó, hát másodikra csak meglett. A táncos lelke. 11 ezer? 118 ezer, na. Egyszerű, összefelemésztett király. Vagy Sithnek a leszármazottja. Oké, most futás. Siker! Na srácok, lányok, győztünk! Ocerios beakadt. Nos, mivel ez a boss ez egy idegbeteg állat, azért gyakorlatilag minden egyes ütésével, bármilyen ütésével engem one-shotol, és ugye folyamatosan csinálja ezeket a hülyeségeit. Úgyhogy ez a legbiztonságosabb módszer az ő eliminálására. Igaz, hogy a legmocsadékosabb módszer is nyilván. De mint mondottam, sorcerer-ként úgy fogok játszani, hogy ésszel.
És ezt is amúgy be kell gyakorolni. Tehát ez se úgy megy ám, hogy izé, hogy ezt csak úgy megcsinálod. Nem, ezt szépen ugye be kell gyakorolni. Azért mondtam, hogy ha az első egy percet túlélem, akkor onnantól kezdve biztos a győzelmünk. Itt szépen lemarjuk. Át tudok én ott lőni? Át. Egyszer, meg a gyűrű. Zsír. Na mennyi lelket kapok? 114 ezret. Negyedik, ötödikre körülbelül sikerült. Cső! Nem volt egy bonyolult művelet, ugye? Újra! Na ő az, aki boss is, meg mégse. Az ősi Viver. Ide kell bejönni. Kettő meghalt, most már csak a harmadiknak kéne valahogy megpusztulnia. Jó. Ez meg is volt. Na, Sorcerer vagyok. Úgyhogy... máshogy fogjuk elintézni itt a dolgokat. Mégpedig... szépen lemarjuk. Meg utána elkezdtem lövöldözni. Jó, felkeltettem érdeklődését, ide gyorsan.
Jó, és ez a kombó. Ezt fogom szépen csinálni. Köd. Majd kettő darab kristály láncsa. És aztán gyors ide be. Lőhetek hármat is, vagy hát lőhetnék hármat, hogyha lett volna elég FP-m. De mindegy, akkor tartjuk a ritmust, kettőt lövök. Illetve majd csak a fejes kell átkottintanom, ja. Ez a boss is meghalt. Sárkányfejkőt kapunk érte. Na, a boszterem az előállt. Úgyhogy a felhőkön fogunk sétálgatni és harcolászni. Nem tudom, hogy elsőre sikerülni fog-e. Én mindent megteszek úgy, ahogy van. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. No, hajrá. És már jön is. Jó mellé lőttem amúgy. Na ez már jobb volt. Első fázis kész.
Nos, köszöntsétek a névtelen, avagy a Nameless Kinget, Gwyn elsőszülött fiát, akit kitagadtak. Kajtolás művészetét láthatjátok. Cső! Na, Nameless King-el intézve. Ez jelenet amúgy eléggé vicces volt így mimik fejjel, de mindegy. Szóval 158 ezer lélek már meg is. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you. The mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Szép sebzés. Na. Mindenképp ide akarok jönni. For that is our curse. Sikerült! Na, srácok, lányok. Nincs más hátra. Mint hogy szépen lemarjam őket.
Lényeg a lényeg, első és második fázis között, hogyha te ide jössz és ide állsz, pontosan ide, valahova ennek a környékére, tehát a piros szőnyeg és ide a hamvas részhez beállsz, akkor mikor átesik a második fázis és elkezdődik a második fázis, akkor te lotrikék mögött fogsz megjelenni, ők pedig előtted, és mivel mögöttük vagy, ezért nem tudják, hogy hol vagy, nem kezdődik el a második fázis, nem vesznek észre. És ez a hiba, ez már nagyon-nagyon régóta benne van amúgy a játékban. És nem tudom, hogy miért nem javítják ki, de örüljünk neki, hogy nem javították még mindig ki. Amúgy, hogyha úgy esik át a második fázisába, hogy te épp egy oszlop mögött vagy, és te nem látsz rájuk, meg ők se látnak rád, akkor is azon, hogy itt állnak és nem csinálnak semmit. De amint észrevesznek, tehát a lényeg, hogy nem szabad oda hátra menni a lépcsőhöz, tehát a lépcsőfokot azt el kell felejteni úgy, ahogy van, mert akkor észre fognak venni. Ha egy kicsit oldalabbra mész, kicsit erre meg arra mész, ez azt jelenti, hogy ott is észre fognak téged venni, és akkor nem fog ez így beakadni. Na, szépen felbuffolom magam. Cső. Egy Lord Hanvaj, illetve Iker herceg lelke, illetve majdnem 170 ezer lélek. Jörnél. Noble Lords of Cinder. Fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Most sem értem, hogy miért buffoltam még fel a botomat, még tök fölösleges volt. Azt most szépen mellé lőttem. Kéne spórolnom staminát. Igen. Jó, most piromonta lettél, igen. Igen, most mérget akarsz fújni, vagy hát fújt is. Oké.
Na nyomd a kombódat! Nem. Nyomd a kombót. Áú! Ez úgy érdekes volt. Oké. Most véged van. Ciao. A lordok lelke. Százkilencvennyolcezer lélek. Zsír. Ah, thank you. Day of ash never fail. Just a moment then. The painting of Ariandale. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Ashes were too. Megvan!
bring Frida to me, please? Cast on up, see? The flame flickering once again. Soon will it surge. I can see it, feel it. Quivering at misguided ash. Please, avert thine eyes. I would snuff out these ashes for good. Thank you.
Hú. Megvan, megvan srácok, megvan. De győzt.
Ez még nem az. Ott a ködnél fog megjelenni. Na, amúgy ő lenne egy játékos. De hát ugye most nem az. Jó kis kardja van mi. Jó lenne eltalálni ezt a gyógyítgatót, mert visszagyógyítja. Utolsó HP, ezt uszom. Au. Na. Ó, bazd meg! Nem volt HP-m! Bazd ki tényleg! Megöltem saját magam! Painting.